az a megtiszteltetést ért bennünket a tavalyi év sikeres szervezése után, hogy az Európai Kézilabda Szövetség, az EHF felvette a kurzusai, a konferenciái, a továbbképzései közé ezt a kapusedzői konferenciát, ami sok szempontból újdonság. Más sportákból se tudunk nagyon olyanról, hogy egy bizonyos posztot kiválasztva annak a posztnak a kérdéskörét, edzéselméleti sportudományi hátterét, erről majd később kicsit részletesebben taglalnál, tárgyalnál, úgyhogy örülünk neki, hogy ezzel mi a Debreceni Egyetem egyébként is innovatív és vállalkozó szemléletéhez hozzá tudtunk járulni, a sportudomány területén is ilyen újdonsággal szolgálunk. A fő célkitűzésünk, ahogy már mondtam, az, hogy kapusiskolákat hasonlítsunk össze, de ezeket az összehasonlításokat úgy tegyük, hogy közvetlen gyakorlati instrukciókat tudjunk mondani, és a szép számmal érkező kapusedzőknek és kapusoknak olyan gyakorlati tanácsokat, amellyel a magyar kézilabdázást tudjuk erősíteni. Ennyire sovinisták vagyunk, hogy a magyar kézilabdázás érdekében szeretnénk dolgozni. És még egy fontos dolog, a Sporttudományi Koordinációs Intézethez kapcsolódóan létrehoztunk az intézetben egy kézilabdás műhelyet, ilyen nincs az országban. Ez a kézilabdás műhely kimondottan a sporttudomány kézilabda sportág specifikus jellemzőit vizsgálja, kutatja. Egyik legfontosabb eleme a sportág specifikus teljesítménydiagnosztika. Emellett, ami a kézilabdás műhelyünk meghatározó eleme, Bíró Imre vezetésével, az a mozgáselemző, 3D-s mozgáselemző csoportunk, ahol kimondottan kézilabdás mozgásokat térbe, időbe, dinamikába jellemezve vizsgálunk. Ezen belül természetesen a kapus poszt az egy kiemelt poszt. És harmadrészt ebben a kézilabdás műhelyben azokat a kognitív képességeket vizsgáljuk, amelyek meghatározzák a kézilabdázó eredményességét, elsősorban döntés közben. A kapus poszt az egy magára hagyott és egyedülálló terület, de a többi sportág, többi pozícióban, tehát átlövő, vagy szélső, vagy beálló pozícióban is el fog jönni az az idő, amikor egyénileg fogjuk képezni a játékosokat. Tehát lesznek egyéni képzések, ugye ez lehetnek taktikai, technikai területen, illetve állóképességi, kondicionális képességek fejlesztésénél, és ebből az első lépés a kapus edző képzés, amit másodszor kerül alkalma Debrecenbe. Én amikor megemlítettem ezt az EHF-ben a bizottság ülésünkön, akkor igazából mindenki nagyon pozitívan fogadta ezt a gondolatot, mert mindenki látja, hogy ez egy különálló terület, ahol nem csak ismerni kell magát a technikai, illetve taktikai feladatokat a kapusnak, hanem ezt meg is kell tudni tanítani. Meg kell szerezni azokat a gyakorlatokat, azokat az ötleteket, azt a filozófiát, ami ugye miből indul ki az egész, hogy a kapus ne kapjon gólt. Ugye, ez nagyon egyszerű, de hogy hogyan? Ezt hogyan tudja és milyen eszközöket tudja megvalósítani? Azt hiszem, hogy ez a mai konferencia, mai és a holnapi nap, itt elég sok választunk oda kapni. It's fascinating for me how all the people stick to handball all the time, trying to develop it even further, to bring new ideas and to help the new coaches and the new players to develop, to become masters. Tulajdonképpen döntő szerepe van egy kapusnak abban, hogy mi lesz az eredmény. Tehát az én időmben, amikor játszottunk, akkor mindig azt írták az újságok, hogy védj egy jó kapust, és legalább 50%-ot kell, hogy teljesítsen. Most a kapusnak a szerepe nem 50%, hanem 60-70%, hogy milyen lesz az eredmény. Ezt a játékosoknak nem kell félreérteni, mert nem azt mondom, hogy rájuk nincs szükség, hanem a kapusnak ott van a döntő szerepe, hogy megtalálja a megfelelő összhangot a védelmével, mert akkor tud csak jó teljesítményt nyújtani. Kapusok, akik tulajdonképpen utánpótlás korban megfelelő szinten voltak, és 50-60%-ot tudtak védeni a nemzetközi szinten a világversenyeken, azok a kapusok jelen pillanatban elfoglalják a megfelelő helyüket a magyar élvonalba, és egyre több a magyar kapus, aki tulajdonképpen tud védeni itt, és kevesebb a külföldi. Hogy itt is látni, hogy mennyire erős a magyar hagyomány, a tradíció, milyen értékeink vannak, de ezt sokkal jobban, sokkal inkább össze kell szerveznünk. És a tradíció mellett, amit át kell tekinteni posztonként, különböző módszerenként, össze kell gyűjteni, és iskolát meg kell erősíteni ezt a tradíciót. Ugyanakkor a világ szágult mellettünk,
és a sporttudománynak az eredményeit, a digitális technikát, az informatika eredményeit, a méréseket, és ugye nem csak labormérésekről beszéltünk, hanem az igazgató mondta, hogy mérkőzés közben, edzés közben, csúcsterhelésben és döntés közben kell mérnünk azért, hogy finomítsuk az oktatási metódusunkat. A magyar kézilabda rendkívül rá van szorulva arra, hogy ezeket az újabb módszereket hatékonyan és gyorsan beépítse, mert látjuk például a holland női kézilabda emelkedését, a világ száguldó fejlődését, és bár itt óriási tradíciói vannak Debrecenben, Debrecen Dózsa Bíró Imrével együtt játszottam ott a Debrecen Dózsában egy 2 évet, ezekre a tradíciókra érdemes építeni. És ha ilyen környezet van, akkor ebben speciális képzést is lehet tartani.